pedig Csülök. Mind a ketten 4 évesek. Pontosabban Csülök még nem töltötte be. Mind a ketten 2018-ban születtek. Akenó május 3-án született. Csülök pedig szeptember 26-án, úgyhogy körülbelül olyan fél év korkülönbség van kettőjük között. Rokoni kapcsolat valójában nincs köztük, de néha úgy tudnak viselkedni, mintha Akenó lenne a nagy tesó, Csülök pedig a kicsi. Úgyhogy így általában ilyen kisebb horkantások, morranásokkal szokták letudni, hogyha valami problémájuk van a másikkal. Hogyha hozunk nekik valami finomságot, akkor viszont látszódik, hogy a Kenó a nagyobb tesót, és akkor van, hogy nem feltétlenül engedi közel Csülköt, de azért remélem, hogy azért Csülök is majd fog tudni valami kis finomságot elfogyasztani. Nem kell megijedni, hogyha mindent most a Kenó fog bepusszantani, ugyanis Csülök sem fog éhen maradni. Csülök sem fog éhen maradni, ugyanis a benti helyen fogják megkapni majd a vacsorájukat. Ugye reggel, amikor ki vannak engedve a kifutóba, akkor szénával vannak kicsalva. Lehet látni így a kifutóba széna maradványokat. Ezt szokták így napközben is a kifutóba kapni, és a benti helyen szokták megkapni a lédús takarmányt. Ez általában almából, répából, illetve céklából szokott állni. Jó, ez nem kell? Jó. Jó. Látod meg?